A nap első sugarainál az Adria felett Dávid Szánulli kapitány legénysége megkezdi a kagyló betakarítását az itáliai Emilia-Romagna régió partjainál. Már ilyen korán sem könnyű a munka, de hamarosan még nehezebbé válik. A kagylók hosszú víz alatti köteleken nőnek. Nem kis erőfeszítésre van szükség a kihúzásukhoz. Nem könnyű, de sosem panaszkodom. Minden munkának megvannak a nehézségei. A gépek valóban segítenek, ám a zajuk fülsüketítő. A sár folyamatosan a szembe csapódik, és vigyázni kell a mozgó részekkel. Mindezt egy folyton imbolygó padlón, a tenger közepén. Régebben mindent kézzel kellett csinálni. Ma már mindenhez van gép. A technológia megkönnyíti a dolgunkat, ami jó, de másrészről ez sokkal embertelenebbé tette a munkát. A legénység szándékosan túl nagy védőkesztyűt, nehéz kötényt és gumicsizmát visel, hogy gyorsan levehesse őket, ha netán a vízbe esne. A csúszós kagylóval borított fedélzeten ugyanis nem egyszerű talpon maradni. Folyton fáradtak vagyunk, könnyen elcsúszunk és beleesünk a vízbe, vagy beverik a fejünket. A halászat és a tengeri akvakultúra még mindig az egyik legkockázatosabb munkahelynek számít. A mozgó vonóhálós hajókon a halászok észrevétlenül áteshetnek a korláton és vízbe fullhatnak. A hajók akadályokba ütközhetnek és elsüllyedhetnek. Csak 2019-ben legkevesebb 16 halász halt meg az európai vizeken, és több mint 200 súlyosan megsebesült. A 19 éves Lorenzo számára mindez nyári munka. Mint mondja, jól fizetnek, bár a fiatalok többsége számára azért ez nem az álommunka. Azt mondják, nem egyszerű élet a halászoké, és ez így is van. Nyáron korán kell lefeküdni, nem lehet bulizni. Ez egy olyan áldozat, amit kevés fiatal vállal be. A halászat inkább a középkorú férfiak munkája. Feleségeiket gyakran úgy képzelik el, mint akik folyton férjüket várják a parton. Valójában a nők ma kulcs szerepet játszanak a halászat üzleti ügyintézésében, a fogások feldolgozásában és értékesítésében, de maguk szinte soha nem mennek ki halászni, eltekintve néhány ritka kivételtől. Halász vagyok, az egyetlen nő Cesenaticóban és egész Emilia-Romagnában, aki halászhajón dolgozik. Nem mondanám, hogy ez annyira nehéz férfi munka lenne, kivéve a viharos napokat, amikor azt kockáztatják, hogy a tengeren úszó fatörzsekbe ütköznek. De egy nőnek, akinek háztartást kell vezetnie, gyereket nevelnie, neki ez a legnehezebb munka, ami csak létezik. A két gyermekes Csiden Mocsosulu egy kis halászhajón dolgozik. A munkakörülményekről szóló előírások gyakran figyelmen kívül hagyják a kis hajókat. Több szabály vonatkozik a nagyobb hajókra, amelyek heteket és hónapokat töltenek a tengeren. De a cesenaticói halászok szerint a kis hajókon végzett munka is komoly hatással lehet az egészségre. A hideg, az eső, a gerinc mozgása, az órák, a munkaórák végtelennek tűnnek. Csontbetegségek alakulhatnak ki, nekem meg nyelőcső problémáim vannak. Olaszországban a legtöbb hajó régi, modernizációs tervre van szükség. A jobb technológiák sokat segítenek, ám az ezekben rejlő lehetőségeket nem használják ki teljesen. Vannak finanszírozási lehetőségek, de az emberek nem sokat tudnak róluk, vagy nem fogadják el a költségeket. Világszerte vita folyik arról, hogyan lehet biztonságosabbá tenni a halászatot. A megoldás részben a szigorúbb szabályozásban rejlik. Európában a legfontosabb a számos EU irányelvet és nemzetközi egyezményt magába foglaló Nemzetközi Munkaügyi Szervezet úgynevezett 188. egyezménye. Eddig csupán 7 uniós tagállam ratifikálta. Egy másik eszköz a célzott finanszírozás. Az EU támogatja a képzéseket és a hajók néhány módosítását, amelyek a biztonságot növelik, de a fogás mennyiségét nem.
Azonban a hajók felújítása ritka, mivel a költségek felét a tulajdonosoknak kellene állniuk. Két felhívást tettünk közzé Emilia-Romagna régióban, hogy felszerelésük javítására ösztönözzük a halászokat. Voltak találkozásaink és különféle promóciós tevékenységeink, de erőfeszítéseink ellenére nem tudtunk sokakat meggyőzni arról, hogy fektessenek be a fedélzeti biztonságba. A képzésekre még igent mondanak, de beruházni nem hajlandóak. A régi hajók korszerűsítése költséges és korlátozott a fedélzeten lévő helyhiány miatt. Az újakat viszont már a nagyobb biztonság szem előtt tartásával lehet megtervezni. Alberto Stefanini műszaki biztonsági mérnök megvizsgálja a halászhajókat, mint mondja, már egészen kis különbségek is nagy változást jelenthetnek. A kötelek mozgatása, a rögzítések biztonsága, a korlátok magassága és az olyan funkciók, mint a légkondicionálás pedig kényelmesebbé és ezáltal biztonságosabbá teszik a munkát. Egy nyugodt és vidám személyzet jobban ellenáll a fáradtságnak, amely elkerülhetetlen ebben a munkában. Kevesebb lesz a baleset a fedélzeten, és a halászhajók úgy általában biztonságosabbak lesznek. Massimo Bellavista halászati szövetkezetekkel, szakszervezetekkel és uniós partnerekkel együttműködve javít a munkakörülményeken, rendszeres műszaki ellenőrzésekkel és biztonsági képzésekkel. Amikor a halászok kimennek a tengerre, a fő cél, hogy biztonságban visszatérjenek. Semmi más nem számít. Fontos a szabályok végrehajtása és betartása. Olaszország kicsit lemaradt a 188-as egyezmény ratifikálásának folyamatáról, de dolgozunk rajta. A halászoknak meg kell próbálniuk előrelátni ezeket a változásokat, nem pedig várni, amíg a szigorú szabályok kötelezővé válnak. 7 óra telt el a tengeren a 4 kagyló tenyésztőnél. 2 tonna kagyló betakarítása után láthatóan fáradtak. Az elkövetkező hónapokban Dávid az összes berendezését fejleszteni szeretné, hogy megkönnyítse és biztonságosabbá tegye a munkájukat. Már benyújtottam a kérelmet egy 70 ezer euró értékű munkacsomag iránt, hogy korszerűsíthessem a teljes hajót. Ennek 50%-át Európa finanszírozza. A visszaút az első alkalom a pihenésre és az uzsonnára. És a nap még nem ért véget. A kikötőben újabb munka vár rájuk. Kirakodni a kagylókat és előkészíteni a hajót a másnapi hajnali indulásra.